A megkérdezett tatabányaiak egy emberként örömmel fogadták a korszerűsítésről szóló híreket, és aláírásukkal támogatták a terület rehabilitációjával kapcsolatos törekvéseket. Tatabányaiak véleményét figyelembe véve mind szökőkutat, mind játszóteret, mind pedig egy mobil szabadtér színpadot nézőtérrel is beletettünk ebbe a projektbe. Azt szeretnénk, ha igazi közösségi térré tudná válni a Május 1 Park a mindennapokban és a nagy rendezvények alkalmával is. Bencsik Jánostól, Tatabánya országgyűlési képviselőjétől megtudtuk, hogy a város már évekkel ezelőtt benyújtotta az igényét az Európai Uniós támogatásra. A most megkapott összeg teljes egészében fedezi majd a felújítások költségét. A fejlesztési program előkészítése még a 2010-et meghaladó években megkezdődött, és nagyon szerencsés helyzet állt elő, hogy a 2007-2013 közötti Európai Uniós források mindegyike nem kelt el, és a kormány úgy döntött, hogy megkeresi azokat az önkormányzatokat, amelyeknek vannak előkészített fejlesztési programjai. A projekt célkitűzése a gazdaságélénkítő, új funkciókat biztosító integrált városrehabilitáció, melynek során olyan területeket alakítanak ki, ahol a város lakói jó szívvel töltik el az időt, és ahol a vállalkozások is szívesen nyitnak üzleteket.